Összesen 31 napirendi pontot tárgyaltak Tolna önkormányzati képviselői legutóbbi ülésük alkalmával. Ezek között kiemelt helyen szerepelt a tavaly elkészült teljesen új bölcsöde intézményvezetői állására kiírt pályázat. A 2022-ben átadott a 21. század követelményeinek minden tekintetben megfelelő intézményt már egyre időszerűbb lenne megnyitni. Ez viszont hónapok óta nehézségekbe ütközik, mivel nincs alkalmas jelentkező. Ezért a testület tagjai most arról döntöttek, az állam által garantáltnál sokkal kedvezőbb feltételekkel foglalkoztatnák a leendő bölcsődevezetőt. 3 eljárást folytattunk eddig le, és sajnos nem találtunk olyan intézményvezetőt, aki minden feltételnek megfelelt. Hozzáteszem, hogy nagyon-nagyon szigorú feltételek vannak. Egyeztettünk a kormányhivatallal, hogy van-e esetleg lehetőség arra, hogy a végzettségek tekintetében kinevezzünk valakit, és aztán közben végezze valakit, nincs ilyenre lehetőség. Tehát csak olyan pályázhat, akinek megvan minden olyan végzettsége, ami a bölcsőde vezetéséhez szükséges. Tehát ebben nem tudtunk engedni, viszont arról döntöttünk, hogy esetleg eltérnénk a bérrel, tehát hogy nem a minimális besorolás szerinti bért adnánk, hanem ennél egy magasabbat, illetve hogyha valaki messzebbről jönne, akkor esetleg lakhatási támogatást biztosítanánk. Talán ez vonzóbbá teszi. Én nagyon-nagyon bízom abban, hiszen most már, még egyszer mondom, 3 ilyen pályáztatást folytattunk le, és egyébként a bölcsőde készen van. Tehát ott az épület, ott vannak az eszközök, a szülők nagyon-nagyon várják, hogy a picúrokat vihessék ebbe az intézménybe. Egy csodaszép létesítményről beszélünk, és nem tudjuk megnyitni, mert nincs vezető. És amíg nincs vezető, addig magát az intézményt sem tudjuk létrehozni. Tehát az alapítókiratot sem tudunk bejegyeztetni addig, amíg nincs vezető, és aztán működési engedélyt se, és nem tudjuk a többi dolgozót se felvenni. Úgyhogy nagyon-nagyon bízom abba, hogy most talán egy kicsit vonzóbbá tehetjük ezt az álláshelyet. Legvégső esetben, hogyha most sem fog jelentkezni senki, akkor pedig az óvodai intézményhez várhatóan hozzá fogjuk csatolni, és akkor meg tud nyílni. De én ezt egyébként nem tartom szakmailag feltétlenül jónak. Ez egy kényszerhelyzet lesz, ha lesz, de még egyszer mondom, nagyon-nagyon bízom abban, hogy most lesz alkalmas pályázó. Régóta tervben van egy zebra az Alkotmány utcában található üzlet előtt, most egy lépéssel közelebb került a kivitelezés. A munka megkezdése ugyanis téma volt a képviselők között a testületülés alkalmával. Nagyon fontos volna az, hogy minél biztonságosabban tudják a boltot megközelíteni a vásárlók, és korábban ugye az üzlet tulajdonosa, üzemeltetője is, Merkli Krisztina megkeresett bennünket. Nyilván mi ennek az élére álltunk, de egészen eddig tartott az, hogy megkapjuk az építési engedélyt, tehát hogy a gyalogátkelőhely létesítésére, hiszen egy gyalogátkelőhely nem csak abból áll, hogy fehér vonalakat festenek fel az úttestre, hanem nyilván az arra vezető gyalogos forgalomnak is biztosítani kell a járdát. Ne felejtsük el, hogy az egyik oldalon egy kerékpárút is van, vagy egy kerékpárnyom is van, és közvilágítást is tervezni, illetve majd kivitelezni kell. Úgyhogy ez az engedély, ez beszerzésre került. Úgyhogy most lefolytattuk a beszerzési eljárást, és várjuk a kivitelezők ajánlatait. De a vállalkozó arra tett ígéretet, hogy ő egyébként ezt a költséget meg fogja téríteni a városnak. Tehát én nagyon bízom abban, hogy egy ilyen együttműködési megállapodás aláírásra fog kerülni, és abban is bízom, hogy minél előbb ez a gyalogátkelő hely valóban meg tud épülni, és biztonságosabban tudnak a gyalogosok, kerékpárosok átkelni az úttesten. Szintén a városüzemeltetéssel kapcsolatos fejlesztési téma volt a vásártérnél található, most még Murvás út. Egy nagyon régóta vágyott kisebb dologról van szó, méghozzá a vásártéri, vagy a vásártérre, a vásártéren a sporttelepre levezető út. Itt egy rövid szakasz az, ami nincs szilárd útburkolattal ellátva, de tekintettel arra, hogy mellette egy játszótér van, nagyon fontos volna az, hogy ne poroljanak ott az autók, amikor lemennek.
Úgyhogy egyelőre most arról döntöttünk, hogy egy beszerzési eljárást folytatunk le a tekintetben, hogy megtervezzük ezt a, vagy összeállítsuk, hogy egy műszaki tartalom összeállítására egy tervezőt keresünk, és akkor utána én remélem, hogy egy viszonylag kevés anyagi ráfordítással ott le tudjuk aszfaltozni azt a területet is. A képviselők döntöttek arról is, ki legyen a Tolnai Kulturális Központ új vezetője. Folyik az átvilágítása ennek az intézménynek. A képviselőtestület még a tavalyi évben létrehozott egy munkaszervezetet, egy munkacsoportot, ami az intézmény, várhatóan az intézmény átszervezésére tesz majd javaslatot. Mindezek ellenére nyilván az intézménynek kell egy vezető, és két pályázó tartotta magát alkalmasnak arra, hogy ennek az intézménynek az élére álljon. Ugye a korábbi igazgató Vajda Tibor mandátuma lejárt, és egyébként nyugdíjba is vonult. Én nagyon boldog voltam, hogy egyáltalán volt jelentkező, és egyébként meg így válogatni is volt lehetőségünk. Nehéz dolog intézményvezetőt találni, bármilyen intézményre, én azt gondolom. Lásd itt Tolna esetében például a bölcsödét, de még egyszer mondom, két érvényes jelentkező vagy pályázat érkezett, és ebből Tóth Györgyit választottuk, aki egyébként korábban már dolgozott az intézménynél, és utoljára a Magyar Művelődési Intézetnek, vagy a Nemzeti Művelődési Intézetnek volt a munkatársa. Tehát április 1-je óta ő a Tolnai Kulturális Központ vezetője. Tegnap itt volt nálam, egyeztettünk. Én azt remélem, és neki is elmondtam, hogy azért talán most már lecseng a Covid utáni egy kicsit ilyen nehézség, ami mondjuk a közönséget, vagy a közönségre vonatkozóan volt, és én nagyon számítok arra, hogy egy pezsgő kulturális élet lesz itt a városban. Jó hír, hogy a felsőoktatásban tanuló diákoknak járó önkormányzati ösztöndíj egyre népszerűbb Tolnán. Most erről egyeztettek a képviselők. Eddig viszonylag kevesen pályáztak, de akkor is kiosztottuk a fél évenként 2 millió forintot, és most nagyon boldogok voltunk valamennyien egyébként, ez szóba is került testületi ülésen, hogy végre talán többen meghallották azt, hogy mi valóban anyagilag is segíteni szeretnénk a hallgatókon, úgyhogy nagyon sokan pályáztak, és mindenkinek sikerült támogatást biztosítani. Én azt gondolom, hogy egy most itt ebben az esetben akár egy ilyen 50-100 000 forint körüli összeg is azért nagy-nagy segítség lehet egy hallgatónak. Én magam is nagyon sok olyat ismerek, aki esetleg tanulmányai mellett dolgozik, és azért azt is tudja, vagy egyéb állami ösztöndíjat, vagy az egyetemtől ösztöndíjat kap, de azt is tudjuk, hogy ezek a költségek borzasztóan nagyok, tehát talán nem kell diákhitelt felvenniük, és talán nem kell a szülőnek annyi áldozatot vállalnia. És még egyszer mondom, mi nagyon boldogok vagyunk, hogy támogathatjuk ezeket a gyerekeket, akik minél többen vannak szerencsére. Tolnán a képviselőtestület várhatóan áprilisban ülésezik újra.